Sziasztok, kedves retrovasak követők! Hát elérkezett ez a pillanat is. Ugye a BMW-t elvittük karosszériáshoz. Sajnos nem volt idő, hogy beszámoljak róla, mert ilyen nagyon-nagyon hirtelen jött minden, de ígérem nektek, hogy a karosszériásnál mindenképpen beszámolok, és csinálunk egy videót, hogy milyen fejlemények is vannak, hogyan alakul. Én már láttam, úgy látom, nagyon ügyes a karosszériás, de nem lövöm le poént, majd meglátjátok. Hát megmutatom, hogy hogy is néz ki itt a hátam mögött a BMW futóműve, és milyen kihívás áll még előttünk. Na nézzétek! Ugye itt az első bölcső, hát azt elég rendesen megette a rozsda. Hogy mondjam azt, hogy megette a fene? Hát erre mindent lehet mondani. Úgyhogy hát ilyet mindenképpen kell szereznünk. Még így a videó elején annyit azért mondok, ha valakinek van E30-hoz alkatrésze, és tud ebben segíteni, szívesen vásárolnék hozzá néhány dolgot, hogy ne nagyon kelljen kutatni, keresni. Na de mutatom tovább, az autónak a hátulja az olyan szinten egy bűnrosda volt, egy rosda tevető, hogy azt nem tudom elmondani. Igen, láttam rajta, innen szép nyerni. Na a lényeg az, hogy itt a diffi, ugye szedünk mindent szét, és el fogom vinni homokoltatni, és aztán meglátjuk, hogy miből mit tudunk majd összehozni. A féltengely, a csonk, akkor a lengőkar, hát ez még szétszedésre vár. Egyelőre ott tartok, hogy itt ez a féltengely anya, ez egyszerűen nem akar lejönni róla. Próbáltam ilyen akus csavarhúzóval, igaz, hogy ütve csavarhúzó féleséggel próbáltam leszedni. Hát elég rendesen tönkretettem az anyát, hogy hogy fogok vele még boldogulni, azt nem tudom, de hát majd meglátjuk, nem adjuk föl, ugyanúgy, mint eddig. Tök jó haladunk, és hát itt, amit láttak, itt minden megy a homokoldába. Nyilván némely alkatrészből ugye újat szeretnék vásárolni, meglátom, miből mit tudunk kihozni. Aztán ugye itt van az eleje, a kormánymű. Hát a kormányművet is majd letisztogatom, elviszem felújítóhoz. A fékdob. Fékdobot még egyelőre nem döntöttem el, hogy homokoljuk, vagy újat vegyünk. Hát ezt majd meglátjuk. És akkor itt van ugye az eleje, a lengőkar, illetve az első futómű részlet, a lengéscsillapító, kerékagy, stb. Hát itt is biztos, hogy lesznek kihívások, de hát azon vagyunk, hogy megbirkózzunk vele, aztán minél előbb szétszedjük. Úgyhogy ha valakinek bármilyen jó ötlete vagy javaslata van, tényleg szívesen veszem, mint ahogy eddig is. A többi alkatrésze az dobozolva van, mutatom nektek. Ott dobozolva van lent a fűtőbox. Hát aztán nyilván mindenhova pakoltam, amit csak lehetett, de igyekeztünk mindent úgy eldobozolni, hogy utána egy tisztítás és rakjuk össze. Ha oda kerülünk, ebbe van a BMW-nek, ugye igyekszem nektek megmutatni, itt van a kábelköteg, ide tettem bele, hát nem kis kihívás volt egyébként úgy egészbe kiszedni, de megbirkóztunk vele, a kábelköteget is szeretnék belőle újat gyártatni, nyilván amelyik részéből indokolt, mert nem szeretnék odáig eljutni, hogy összerakjuk az autót, aztán valami olyan hibával találjuk szembe magunkat, amiért szét kéne szedni, vagy barkácsolni kéne. Tehát szeretnénk egy nagyon-nagyon tip-top patika autót összerakni ebből a rozsdakupacból. Úgyhogy hamarosan jelentkezem nektek a karosszériástól. Sok szép érdekes dolgot láttam már így részletekbe. Addig is van véleményetek, alkatrészetek, nyugodtan jelezzetek, szívesen megvásárolom az életképes normális alkatrészeket hozzá. Úgyhogy, ha jó ötletetek van, akkor szívesen várom. Hamarosan jelentkezem a karosszériástól, addig is sziasztok, jó retrózást!